kérek mindenkit, és szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ezek a könnyítések nem jelentik azt, hogy azokat a védelmi intézkedéseket, amelyeket korábban a kormány bevezetett, és amelyet a szakemberek ajánlottak, ne kellene betartani. Tehát mindenkit kérek, hogy a védelmi intézkedések körébe tartozó szociális távolságtartás, illetve a maszkviselés kiemelten szerepeljen azok között a magatartási szabályok között, amelyeket mindenki betart továbbra is, hiszen tudjuk, hogy következhet egy második hullám a megbetegedésekkel kapcsolatosan, de bízom benne, hogy ezeknek a védelmi intézkedéseknek a betartásával elejét vehetjük egy komolyabb tömeges megbetegedésnek is az őszi időszakban. Kérem minden honfitársamat, hogy ezeket a szabályokat továbbra is tartsa be, és tartsa szem előtt azt, hogy a saját és mások egészségének védelme kiemelten fontos minden magyar állampolgár számára.